Na, így néz ki ez a belvárosi, Szaúzbanynek hívják a belvárosi, na ott van, homok van kiszórva, tehát úgy van megcsinált az igazi tengerpart. Most nem lehet a videón átadni, de rendesen kajak klórszag van, tehát mivel ez egy klórozott sós víz, amúgy itt Ausztráliában a házi medencé vagy uszodákban, vagy bárhol, ahol medence uszodában, a többsége is sós vizet használ, tehát olyan, mint hogyha a tengervízbe fürödne. Ja, hát így van megcsinálva itt ez a rész, és ez hát egész évben nyitva van, de hát nyilván a nyára jelentősége. Nyáron, mondjuk akkor még jobban, most nyáron, sokszor úgy, hogy mozdulni se lehet, most eléggé light-os, tehát úgy. Én megmondom őszintén, még soha nem fürödtünk itt, meg nem is hiszem, hogy nagyon fogunk, mert ha fürödni akarunk, akkor inkább lennünk a tengerpartra, de ezeknek mondjuk a belvárosi embereknek, vagy az, aki nincs kedve utazni, vagy nem tud annyira utazni, annak teljesen megfelelő ez. Nagyon vagányra van belőle az egész belvárosi, mondjuk ha a Szolnokot nézem, mondjuk a szolnoki főtér, ezt tudom hasonlítani, hogy itt ez már nem kinézete meg, hanem hogy ez is itt Brisbane-ben, ez a középpont. És itt voltunk az előbb, itt a csoki készítős helyen édességeztünk. Rengeteg ilyen bár, meg szórakozó hely van. Mondom, most ez a menő, hogy telefonnal kell becsekkolni mindenhova. Élőzene. Hey! Na mindegy, ezt hagyjuk. Egy a lényeg, hogy mondom, tehát nagyon sok ilyen kis medence van, különálló, elválasztva különböző ilyen kis hidacskákkal, meg akármivel. Millió, hát természetesen családok, gyerekek, ezek ilyen kis hidakkal, különböző kis szigetek, locsoló, lópikulák. Ja, nagyon hangulatos. Végig ez a virágfüzér út, vagy nem tudom minek nevezzem, ez így kacskaringódik körbe itt ezen a helyen. Mindenhol megy az újítás, van direkt ilyen olyan botanikus kertje, meg a túloldon is a botanikus kert, helyi növények és mindenfajta itt ezen a szubtropus övön élő növények, meg növényfajták vannak telepítve. Élőzene, hangszóró szóló zene, innen mennek a tűzijátók is, a nemzeti ünnepen, meg a szilveszterkor, ami most elmaradt. Ja, úgyhogy ez itt a központi rész Brisbane-ben. Turisztikai látványosság is, meg mondom, maga a városlakóknak is ez a központ. Lehetne sokat erről beszélni, még nem mutogatni, de szerintem így kapásból elsőre ennyi elég lesz. Aki itt lakó, az nyilván már volt itt, a környékbeliek is szerintem. Aki már még nem volt itt, és Ausztráliában él, az ide mindenképp jön el, meg ha jön Brisbane-be, akkor ezt még véletlenül se tudja kihagyni. Nyilván lehet az itteniaknek nem akkora látványosság ez, de szerintem én mondjuk nagyon élvezem, annak ellen nem mentem még bele, mert a környezet rengeteg program szokott itt lenni, ami most persze nyilván lecsökkent, de azért szerintem úgy van rendesen, csak ha nem is annyira sok, mint régebben.